Auer Hegedű Fesztivál lesz Veszprémben augusztus 4-től 9-ig, a művészeti vezető maga is hegedű művész, Kovács Péter a vendégünk, jó reggelt kívánok. A Veszprémben hazatér voltak éppen Auer ezzel, hiszen ő veszprémi származású művész volt még a múlt század elején. Mennyire őrizték Veszprémben az ő hagyatékát? Őriztük, én azért mondom többes szám, első személyben, mert veszprémi születésű vagyok, és nagyon régóta Veszprémben dolgozom, ott vezetem a veszprémi székhelyű Mendelssohn kamarazenekart, és azért sok minden történt Auer szellemi hagyatékának az őrzése tekintetében, tehát volt zeneiskolai hegedű verseny, akkor könyvkiadás történt, a városban egy nagyon szép relief a Pantheonban, amit kőpál szobrász művész készített, tehát ott Veszprémben azért úgy tudogatják, hogy ki volt Auer Lipót, de azért mostanában az utóbbi pár évben jelentősebb lépések is történtek. Gondolok arra, hogy egy órás tévéfilmet készítettünk Auer Lipót életéről, és ezt szerencsére nagyon sokan látták Magyarországon. És hát most jön az újabb nagy lépés, ez a nemzetközi hegedű fesztivál, ami hát majdnem egy hétig tart. 6 nap, 14 koncert, önök nyitják meg a Mendelssohn zenekarral. Láttam itt, hogy Auert játszanak alapvetően, meg egy Csajkovszkit a nyitó esten. Mennyire volt ő jelentős zeneszerző? Hát ő elsősorban hegedűművész volt, valamint egy korának egyik leghíresebb hegedű professzora, tehát az a névsor, ami kikerült az ő úgynevezett műhelyéből, az őrületes és szédítő, hogy csak egy nevet említsek ki, a Sahelyfetz, akihez mindenki mérte a saját tudását, és azt nem mindenki tudja, hogy azt igen, hogy Auer növendék volt, de azt már nem sokan tudják, hogy Auer magyar volt, és hogy veszprémi születésű volt, Veszprémben kezdte a pályáját, de visszatérve a kérdésre, hogy zeneszerzőként mit alkotott, hát ebben a korban, ami szokásos volt, hogy a hangszeres virtuózok írtak olyan darabokat, amik megmutatják a hangszer lehetőségeit és a hangszeres lehetőségeit, hát ide sorolnám Auert, de korszakos jelentőségű hegedű tanár és hegedű művész volt. Auert játszani az kihívás? Pontosan azért, mert hát ugye a virtuózitást igen. akarta megmutatni? Így van, és azért ezekben az ilyen művekben el van rejtve egy-két olyan taktus, vagy egy-két olyan fogás, amit azért egy kicsit meg kell nézni, gyakorolni kell, mert... Ezt hogy gondolta? Hát igen. És amúgy, amit nagyon lényegesnek tartani, kiemelni, hogy ő nem csak hegedűművészként, hanem és hegedű professzorként, hanem karmesterként is nagyon jelentős volt. Csak egy adatot, hogyha szabad elmondanom, hogy ő volt az a karmester, aki a berlini filharmonikusok élén először Csajkovszkit vezényelt. És hát ez egy nagyon nagy szó, ugye Auer és Csajkovszki nagyon közeli kapcsolatban, munkakapcsolatban és baráti kapcsolatban is voltak, és Auer az egyik küldetésének is tekintette azt, hogy Csajkovszki kompozícióit népszerűsítse. Jönnek orosz vendégek? Kérdem ezt azért, mert az ő életművének egy jelentős része Oroszországhoz fűződik. Így van. Hát ő 5 évtizeden keresztül a Szentpétervári Konzervatóriumnak volt a professzora, és ott a cár hegedűse volt, a balettekben a gyönyörű hegedű szólókat ő játszotta. Ez természetes, hogy az orosz zenei életbe ő beépült, és ez egy oda-vissza hatás volt, mert természetesen ahogy ő hegedült, az inspirálta Csajkovszkit és Glazunovot például a hegedű verseny megkomponálására, de egész biztos, hogy Auernek is óriási szellemi és zenei tartalékokat adott vagy képezett a későbbiekre ez a közeg. Úgyhogy az első hegedű fesztiválon elég sok orosz vagy orosz származású művész lesz, és fogunk bizony orosz zenét is hallgatni, játszani. Néztem, hogy hát azért nem a komoly zenére koncentráltak elsősorban, hanem a hegedűre, a hangszerre, magára. Igen. Mindenféleképpen igen, meg igen. tudja mutatni magát. Mennyire divatos ma hegedülni? Ezt kérdezem azért is, mert tudom, hogy maga is tanít. Igen, igen. Hát én úgy látom, hogy nem csökkent a hegedülési kedv. Sok kisgyerek szívesen játszik. Inkább az a probléma talán, hogy nehéz őket a zeneiskolában bent tartani. Ugye én például szakközépiskolában is tanítok, és ott azt látom, hogy azért egyre kevesebben szánják rá magukat arra, hogy erre a pályára. A hangszert hagyják ott, vagy a zenét magát? Inkább. Tehát ugye a fiataloknak óriási kihívások állják az útjukat a zene felé vezető
utat, gondolok itt a sportra, a nyelvre, a számítógépre, vagy kezdhettem volna inkább talán a számítógépes világgal, ami nem ellenségünk, mert hát mi is használunk számítógépeket természetesen ehhez ahhoz, de nagyon nehéz a gyerekeket ott tartani, hogy játszanak. Aztán... De nem azért, mert megváltozott egy kicsit a világ, hát és de... arra gondolok, hogy nem csak a számítástechnika okán változott meg, hanem ugye régen egy életforma volt, hogy a családokban zenéltek. Hát a polgári élethez hozzátartozott, hogy valamilyen hangszeren minden gyerek játszott vagy tanult. Ez ma nem így van. Tehát hegedűsnek lenni csak akkor van értelme, hogyha valaki klasszis hegedűs, mert egyébként hát mi lesz vele? Hát igen, és ugye hegedülni önmagában valakinek az, hát egy, ha nagyon elvetemült valaki, akkor élvezett. Nagyon magányos foglalatosság. Így van, de hát minimum egy vonos négyesbe érdemes beülni, vagy zenekarba játszani, és ugye ezeket a formációkat már egy kicsikét nehezebb megtalálni, és így, ahogy mondja, hogy ma már a családokban ez nem divat, hogy esténként a barátok összejönnek, és akkor egy kitesznek mondjuk egy Csajkovszki vonos négyest, és eljátsszák. Hát ugye, na ez erre gondoltam én, hogy megváltozott ez, hogy hát mit tud mondani egy 17 évesnek, akiről látja, hogy nem lesz világklasszis hegedűs, hogy hát miért? Miért ne keressen valami más, amivel a pályáját is megtalálja? Persze, és én mondjuk nem csak a pályára irányítás problémájára utaltam az előbb, hanem arra is, hogy nem túl sokan maradnak a zeneiskolában gimnazistaként. És akik viszont ott maradnak, azok nagyon szeretik, és nagyon nagy lelkesedéssel játszanak, és gyönyörű példák vannak arra, hogy a zeneiskolai kollégák hogyan vezetik tovább a gimnáziumi évek alatt a gyerekeket, szerencsére. Na, kívánok önnek is egy első helyfetszet. Köszönöm szépen. Ha már erről beszéltünk, és akkor menjünk vissza egy picit. Igen. A Hegedű Fesztiválra. 4-én kezdődik, augusztus 4-én, 9-ig tart Veszprémben. Önök nyitják a Mendelssohn Kamara zenekar, és aztán... Mi mindenre hívja fel a figyelmet. És aztán, tehát ahogy az előbb is hangzott, ugye az egyik vonal a klasszikus vonal, természetesen, lévén, hogy Auer klasszikus hegedűs volt. Azt úgy próbáltuk összeállítani a programot, hogy mindenféle műfaj, ami jelentős, és amiben a hegedűnek fontos szerepe van, az megtalálható legyen a fesztiválon. Tehát lesz vonos négyes, lesz hegedű zongoraszonáta, lesz hegedű verseny, lesz kamarazenekari koncert, és aztán lesz népi hegedű, lesz jazz hegedű, vagy klezmer, ugye klezmerben is a hegedű az nélkülözhetetlen hangszer, és ezeknek a műfajoknak, hát én azt mondhatom, hogy a legkiválóbb képviselői, tehát hogyha szabad neveket mondanom, hát akkor hadd soroljam, mert tényleg fantasztikus névsor. Hát az egyik kiemelkedő, nekik érkező koncert, a sok kiemelkedő közreműködő közül, hadd emeljem ki a Borogyi vonos négyest. Hát a műfajában meghatározó jelentőségű kvartett, és természetesen Csajkovszki zenét fognak hozni Veszprémbe. Az előzmények ismeretében mi más? Nyilván. Vagy aki nem hegedűs, de vonos hangszeres, és hát egy a hangszerének az egyik sztárja, Misa Majszki, aki mikor meghallotta a felkérésemet, hogy szeretném őt Veszprémbe látni, és arra is felkértem, hogy a mi kamarazenekarunkkal játszon, és rögtön igent mondott, és jön, mindenki nagyon várja, már a jegyeladásokból látom, hogy nagy sikerű est lesz. Az értők tudják, hogy mire számíthatnak. Tudják, hogy ki jön, így van. A fiatalok közül Sasa Rozsdestvenskit említeném, és Valeri Szokolovot, mind a ketten nagyszerű hegedű virtuózok. Ezt a koncertet talán érdekességképpen kiemelném, hogy Sasa a híres Gennady Rozsdestvenski karmesternek a fia, az ő zongorista partnere pedig Jeremy Menuhin lesz, aki meg Yehudi Menuhinnak a fia, úgyhogy ez egy érdekes felállás. De itt lesz Baráti Kristóf, hát nehogy elfelejtsük már az ő nevét, hiszen a magyar zenei életnek az egyik nagy kincse, vagy Marco Connor, az amerikai jazzhegedűs, Budapest Klezmer Band. Tehát ez... Egy jó hegedűs minden hangszeren, nem, egy jó hegedűs minden stílusban tud játszani? Nem, és nem attól jó hegedűs valaki, hogy minden stílusban tud játszani. Hanem az egyben ő a legjobb. Legalább egyben legyen ő a gyárja. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Menjenek Veszprémbe jó zenét hallgatni augusztus 4-e és 9-e között.